kedd este tartott a szokásos évzáró sajtórendezvényét az Audi Hungária ZRT. Az eseményen a vállalatot október 1-e óta vezető Achim Heinfling rendhagyó beszélgetés során számolt be a résztvevőknek a társaság 2017-es évének legfontosabb eredményeiről. Az autógyártást illetően is stabil termelési adatokkal zárjuk az évet, a sportos modellek nyomták rá a bélyegüket az évre. A TTRS Roadster és a TTRS Coupé nagy sikerrel került piacra, összesen 60 országba szállítottunk autóinkból. 2018-ban az első e-motorok széria gyártását kezdjük meg, és ezzel az Audi koncern éllovasai leszünk. Stratégiai jelentőségű lesz Győrnek, és a gyárnak a Q3 modell gyártása, 2019-ben pedig jön a Q4-es saját modell is. Az ügyvezető kiemelte, bár haladnak a korral és egyre több a robotizált folyamat, a munkatársak fontos mozgatórúgója a termelésnek, ezt bizonyítja a nemrég köszöntött 12.000. Dolgozó is. Achim Heinfling a hivatalos procedúra után híradónk rendelkezésére állt, kíváncsiak voltunk, hogy érzi magát a városban. Természetesen nagyon megszerettem Győrt, különben nem is lennék most újra itt, nagyon szívesen vagyok barátokkal, ismerősökkel a győri belvárosban, az utcasarkokon meg-meg állva szívesen mesélek nekik, hogy miről nevezetesek ezek a helyek. A város elmúlt években tapasztalt fejlődése, a Széchenyi tér, a Dunakapu tér csodálatosak. Ha ki kellene emelnem egy pillanatot itt tartózkodásom óta, az az, amikor a magyar vizslámmal első alkalommal mentem sétálni a Mosoni Duna partján, az egy nagyon szép pillanat volt. A győri Audi 2018-ban ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A német cég eddig 8,5 milliárd eurót fektetett be a győri gyárba, 100 magyar beszállítóval dolgozik jelenleg, de ez nyilván még nem a vége.